Hát szervusztok, kedves gyermekeim! Én Oszkár vagyok, és ez itt a Fallout 3 végigjátszásomnak a 30. része. Jubileumi szám. Igen, már csak azért is jubileumi szám, mert itt a kis papírkámon én csináltam egy ilyen nyomtatvány alapvető dolgot. Nem tudom, mennyi látszott ebből most. Szóval a lényeg az, hogy fel van írva, hogy Fallout 3. Nekem itt be vannak jelölve az, hogy hanyadik rész, tehát 1-től 30-ig. Melyek vannak leforgatva, és melyek vannak feltöltve. Tehát ezt ilyen X-el jelölgetem, és lényeg az, hogy az első oldalon ugye összesen 30 lehetőség van ahhoz, hogy ugye részt forgassak, de a másik oldalán folytatódik, úgyhogy meg lehet nyugodni egészen 60-ig. Aztán, hogyha már meg lesz a 60. rész is, akkor legfeljebb csinálok majd egy újabb nyomtatványt. Szóval érted, hogy mit akarok itt befögni, ugye? Kora reggel? Hát annyira van, nincs korán, 9 óra van. Na, szóval ettem egy kis magyaros csokit, és nagyon-nagyon finom volt. Na, 112-es menedékbe szerintem akkor cuccoljunk be. Balá! Balá! Előveszem a gépityot. Pityú! Na várj, akkor az küldetés azt mondja, hogy ismeretek mindenek felett, juss el a 112-es menedékbe. Ja, tehát ez most a fő küldetésnek a része, gyerekek, úgyhogy ezt mindenképpen komolyan kell venni. Hú, már csak 11 darab aknám van. Furcsa mód, itt nem az a félelmetes zene megy, ami általában dungeonokban szokott menni, hanem itt ilyen kinti világi zenét hallok. Na már csak azért is jó, hogy most végigviszem a Fallout 3-at, mert ugye a főküldetés azt még egyetlen egyszer nem vittem végig, szóval még eddig nem jutottam el, tehát ez már nekem teljesen új helyszín. És hogy hát kíváncsi vagyok, hogy a Bethesda Softworks az konkrétan mennyire csinálta meg komplikáltan a dolgokat. Nos, eddig minden biztonságosnak tűnik. Habár egy kis ilyen alienes feelingje van a cuccnak, a helynek. Alien első részében voltak ezek a fények, amikor Ripley hadnagy menekült az alien elől, bujkált. Az a film még nem arról szólt, hogy rohangálnak jobbra-balra gépfegyverekkel, aztán szarrá lőtték az alieneket. Nem. Ott még nem voltak fegyverek, ott még bujdokolni kellett. Az még horrorfilm volt, vazzeg. Nem akció. Hú, hol az alien? Hú. Ajtó mögé mindig nézzetek be, amikor ellenséges területen jártok, mert sosem lehet tudni, hogy ki bújik meg az ajtó mögött, vagy éppen a ládák mögött. Előlem nehezen tudna elbújni. Hoppá. Who the fuck are you? Üdvözöljük a 112-es menedékben, polgártárs! Az érzékelők szerint olyan 202,3 évvel később érkezett a kelleténél. Picit elkéstem. Kérjük, mielőtt bármi egyebet tenne, öltse magára Wautek kezeslábasát, ha valahol elveszítette a ruhát, felhatalmazásom van rá, hogy újat adjak. Legalább nem nyit tüzet. Ha átöltözött, kérem, fáradjon le a lépcsőn és foglaljon helyet a készenlétbe helyezett relaxációs kapszulában. Hát, jó, úgy látszik, ez ilyen békés terület. Hát most nem akarok egyelőre kapszulában helyet foglalni. Most én körül akarok nézni. Szóval most hagyjuk a hibernálást. Kérem, keresse fel a legközelebbi relaxációs kapszulát és helyezze kényelembe magát benne. Oké. Klinika. Na, nézzük meg, hogy mi van. Emlékszem ezekre a konzolokra, a Fallout 1-ben ezeket fel lehetett törni, meg lehetett hackelni. Ha. Régi szép emlékek, ugyebár. Hiii, azt a rohalékja. Vannak benne emberek? Na ez már nagyon alienes. Ez már nagyon alienes.
Hát, amíg mindenki alszik, addig egy kicsit kirámolom a helyszínt. A WC pumpát, azt megszabadítom tőlük. Hú, de nagy szarban lesznek. Szó szerint. Na jó, ne poénkodjunk. Tényleg, mikor fogok én csinálni olyan gameplayt, ami halálosan komoly? Milyen játékkal kéne nekem játszani ahhoz, hogy ne ökörködjek állandóan? Mondjatok már egy olyan játékot, ami szerintetek olyan, hogy nem tudnék poénkodni közben. Hát már még az izé is a Machine for Pigs, az Amnézia, ott is poénkodtam sokszor, így visszagondolva. Pedig hát az mi... Ez olyan horror játék, vazeg. Mondjuk hát az első részhez képest egy rakás trágya, de attól még műfajilag nem kimondottan az a ilyen humor herold. De most hogy jutott eszembe ez a humor herold? Ja, hát biztos Bajor Imre miatt ugye szegény meghalt kb. Két hete, már több mint két hete. És őt is így időnként humorheroldozták, mondjuk ő kicsi húszár volt, na mindegy. De most komolyan bele kell ide feküdnem? Ne szórakozz, húzd fel egyet a 112-es menedék kezes lábasai közül. Hát... Nem tudom, de hát most én nem akarom hibernálni magam. Vagy most... Relaxációs kapszula. Ja, lehet, hogy a múltba fogok visszamenni digitálisan? Igen, úgy látszik, hogy igen, egy ilyen Matrix-szerű dolog. Adjam meg magam a rendszernek. Itt nincs semmi. Robogy. Overseer's Office. Ez ajtó másonnan kap vezérlés, kulcsot igénye. Hoppá. Keresse a rendszergazdát. Vannak dolgok, amiket nem lehet feltörni. Hát, ja. Mondjuk igen, ez valahol érthető egyébként ez a játékmenetbeli módosítás, mert például a Morrowindben ott a legdurvább zár az ugye 100-as szintű volt. És hogyha fel tudtad törni, hát akkor bemehettél olyan helyekre is. Lehet, hogy nem. Én ugyanazt mondjam, lehet, hogy voltak ott is olyan ajtók, amik egyszerűen zárva maradtak, bár nem emlékszem olyanra. Morrowindben ott lehet, bármit fel tudtál törni. Na mi ez? Szimulációs monitor alany ismeretlen. M. Henderson, M. Simpson, üres. Valószínűleg ide fogok majd befeküdni. V. Foster, G. Neusbaum, P. Neusbaum, Teusbaum, Rockwell, üres. Dieters, ismeretlen. Ő az apánk. Hoho! Oké, szerintem ő az apánk, nagyon. A 23-as kapszula a megfigyelő berendezés használó idő ismeretlen. Figyelem, a felhasználó állapota azonosíthatatlan. Kérem, ellenőrizze az adat áramlást. A felhasználó állapota. Pulzus 84, vérnyomás 120-85. Hát az tökéletes. Testhőmérséklet 37,11. Az egy picit emelkedett. Légzés szám 19 per perc. Figyelem, lehetséges adatvesztés. Az alanyt nem tudom azonosítani. Kérem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. Stressz szint. Stressz szint emelkedett. Figyelem, lehetséges adatvesztés. Aha. Lehet, hogy bajban van az apánk egy digitális, virtuális környezetben, a Matrixon belül ugyebár. Akkor nincs más lehetőség, mint hogy bejussak. Jó, csinálok egy nagy mentést azért. Hú, erre kíváncsi leszek. Lehet, hogy valami egészen más világba fogok most csöppenni. Foglalj helyet az üres relaxációs kapszulában. Tönkrement relaxációs.
Hú, de jól meg lett csinálva. Na, látjátok, ez a jövő számítógépes PC rendszere. Tehát amikor már nem monitor előtt fogunk ülni. Jó, hát itt még úgy van megoldva, de szóval értitek, ha nem így beülsz, becsatlakozol, és akkor rácuppansz. Egy virtuális világra. Hú! Áucs! Éreztem, hogy valami kertvárosi idill. Azt a rohadék. Szintet léptem. Hú! Igen, a javítás, igen, azt tudom, de a kézi lőfegyvereket kellene. Na, most a kézi lőfegyverekre megyek, aztán majd javítás. Vagy csak lehet, hogy van is ilyen izé... zsivány. Beszédkészség csörebere, oké. Okay. Na! Mi ez? Szia kiskomám, szép napunk van, ugye? George Nussbaum. Szerintem neked Bettyvel kéne most beszélgetned, a játszótéren megtalálod őt, jó szórakozást kiskoma. De várjál, most én gyerek vagyok? Gyerek vagyok, vazzeg! Nokedli lettem! Nokedli vagyok! Úristen! Kertvárosi idill. Már most mit mondtál, bácsi? Bácsi YouTube-ozik? Mit tehetek érted, kiskoma? Hol vagyok? Haha, nagy kopé vagy te, mi más lenne, mint nyugalmas otthon? Mi egyéb helyen lehetnénk? Nem tűnt fel itt véletlenül az apám? Sajnos nem láttam, ne es kétségbe azért, meg fogod találni. Szép napunk van, ugye? Bizony ám, Amerikában vagyunk, vagy mi fene. Mit lehet tudni itt a környékről? Úgy érted, azon túl, hogy mennyire kellemes itt az élet? Mindenki nagyon barátságos, míg Dieters néni is, bár manapság már csak árnyék a régió magának. Ez itt valamiféle számítógépes szimuláció? Barátocskám, úgy tűnik nekem túl sokat bújod azokat a francos képregényeket. Most dolgom van, megyek YouTube-ot nézni, megyek nézni Oscart. Minden jót. Kapu. Na most, hogyha gyerek vagyok, akkor lehet, hogy nem fog felismerni az apám. Mert hogyha ő olyan alakban van, ahogy elképzelem. Timi Nussbaum. Szia, Timi vagyok, akarsz játszani velem? Mit, kodozni akarsz, vagy? Nem tűnt fel itt véletlenül az apám. Az apád? Nem láttam, csak nem eltűnt a környéken. Mit lehet tudni itt a környékről? Elmegy, de sajnos nem nagyon van kivel játszanom, kivéve Bettyt, de ő eléggé undok tud lenni. Ez az egész nem igazi, csak valami buta kísérlet. Hogy micsoda? Nagyon fura vagy te nekem. Most dolgom van. Na ez érdekes, végre valami érdekes dolog történik. És itt a pipbolyom sincs meg. Hú-hú. 3 óra. Ja, nincs pipbolyom. Teljes üvegek. Nussbaum. Micsoda kocsi. Kocsi. Speed limit 25, na itt végre minden olvasható, végre minden rendben van. Hát igen, erőteljesen egy fantasy világban vagyunk. Rockwell rezidencia. Mit is mondod, valami Bettyvel kéne beszélni, nem? De mondjuk az apámat kéne megtalálni. Elsősorban. Hogy ő mit kereshet itt? Nagyon egyszerű kis városrész, ez körbe van építve. A résztvevők, ugye? Bill Foster. Szia kölyök, mik a nagy hírek? Nem tűnt fel itt véletlenül az apám? Nem mondhatnám kölyök, azért ne aggodalmaskodj, biztos, hogy elő fog kerülni. Szép napunk van, ugye?
Igen, ebben nagyon beletrafáltál. Gyönyörű nap, hogy a szabad ég alatt dolgozhassak egy kicsit. Mit lehet tudni itt a környékről? Szép hely, igazán mondom, mindenki szerfeled barátságos és segítőkész. Ez a szimuláció elég meggyőző, nem igaz? Csak ugyan? Ezt akár a nagylábújamnak is mondhatnád, rettenetesen fáj, mióta reggel belement valami, nekem nagyon igazinak tűnt. Most dolgom van. Vigyázz magadra. Úgy még a szájmozgás is eltaláltam. Hol lehet a fater? Gondolom, hogy a kerítésre nem lehet kimászni, mi? Az a világnak a határa. Bírom, egy számítógépes játékon belül egy számítógépes világban vagyok most. Alternatív világ az alternatív világban. A csillagkapu rész is feldolgozta. Elhagyott ház. Na, itt lesz szerintem az apám. Hú, ez azért elég ízé. Kicsit nyomasztó. Valahogy úgy érzem, hogy ez nem a valóság. Úristen. Kerti törpe. Nincs rádióadás. Még a magam úgy ilyen nyomasztó. Ez a virtuális világ. Egy kis zöld háttérszint kellett volna hozzáadni, és akkor a Matrixra hajazna. Ez a világ. Elhagyott ház. Apa! Itt vagy? Szóval mindjárt megjelenik a kis fekete, hosszú fekete hajú a lány a körből, és tisztára olyan volt ez a ház amúgy. Most akkor itt mindenkivel beszélgetni kell? Jaj, babám! Hát! Hú! Szia, szia! Nem tűnt fel itt véletlenül az apám? Nem találkoztam vele, kedveském, de abban biztos vagyok, hogy rövidesen a keresésedre indul. Szép napunk van, ugye? Szép bizony, de ez nem újdonság. Mit lehet tudni a környékről? George és én már vagy, hát nem is tudom, időtlen idők óta itt élünk. Ez a szimuláció elég meggyőző, nem igaz? Tessék? Jaj, kedveském, szerintem neked most inkább játszanod kéne valahol. Most dolgom van. Szép napot. Na, te tudsz valamit, Timmy Nussbaum? Szia, nincs kedved játszani? Nem, nem kodozok. Szia. Na, menjünk akkor ide be. Ez mi? A felvezetőn egy katonai iskola brossúra. Ez a kiadvány a Hoffman Katonai Akadémiát reklámozza az alábbi mottóval. Hogyan változtassuk napjaink csibészeit a jövő nagy vezetőivé? Hát koddal! Sokkal barátságosabb, sokkal jobbak a fényviszonyok itt. Nyitott WC. Micsoda bűz terjenghet ebben a lakásban. A képek ugyanúgy megvannak semmisülve, már nem azért. Úristen. A maga módján beteg a világ. Hogy lehet itt öröki valóság élni, te jó ég? Még csak számítógép sincs. YouTube-ozni akarok. YouTube-ozni. Kutya. Hey, kutya. Azt a radik, mekkora kutya. Wow. Jó kutyuli. Wow, wow. De mekkora kutya már, nézd már meg. Hát ez darabokra tépne ezt a kölyköt. Úristen, mit csinálsz? Locsolsz, Betty. Ja, szia, Betty. Ó, végre új játszótársam akad. Micsoda szerencsém van mostanában. Már kezdett kerülgetni az unalom. Biztos lehetsz benne, hogy jól fogunk szórakozni. Hát te ki vagy? Bettynek hívnak, és a nyugalmas otthon a lakhelyem. Nincs kedved játszani? Szóval játszani akarsz? Hát legyen.
Tudtam, hogy benne leszel, biztos bujócskazni akar. Tényleg egyszerű a játék, semmi egyéb dolga nincs, mint sírásra kényszeríteni Timmy Nussbaumot. Nem egy tipikus gyerekjáték szerintem. Ki az a Timmy Nussbaum? Téged leszámítva, ő az egyetlen gyerek, aki itt él, igazi bőgő masina. Majd meglátod. Légy róla, hogy elsírja magát, aztán gyere vissza hozzám és beszélgethetünk. Na vár, hol van az a kölyök? Ez mi ez itt? Mi ez? Limonádé. A limonádé, tényleg. Hát tényleg még a régi időkben volt olyan, hogy mentél az utcán és limonádét lehetett venni. Főleg ilyen meleg nyári napokon. Ha. Mondjuk én ilyenre nem emlékszem, ez inkább Amerikára lehetett jellemző, de ilyen amerikai filmokban mindig lehet látni ilyen amcsi cuccokat. Hol van a kölyök? Timi. Ez a zene egy idő után idegesítő. Te nem tartozol ide, nem szabadna itt lenned. Ez az egész nem valódi, hamis képlet, véget kell vetni, a szenvedést azonnal be kell fejezni, Dieters néni. Na végre, valaki tudja, mi folyik itt, hogy lehet innen kiszabadulni? Na most nem akarok még kiszabadulni, mert még az apámat meg kell találni, szóval maga most miről hadovál, ennek aztán semmi, de semmi értelme. Ez egy mesterséges környezet, kitaláció, álomvilág, azzal a különbséggel, hogy az álom sosem ér véget, a saját érdekünkben véget kell vetnünk ennek. Az a szemét itt tart minket, nevet rajtunk és jól érzi magát, de én átlátok a szitán és tudom, hogy ott a biztonsági alrendszer. Hol? Kiről beszél? Mostanság Bettynek hivatja magát, de ez nem változtat semmin. Olyan külalakat ölt magára, amilyet csak akar, de a lelkében gonoszság lakozik. Az a tetves Brown Istennek képzeli magát, mert részt vett a nyugalmas otthon létrehozásában, még jó, hogy ott van a biztonsági alrendszer. Szóval Brown. Mégis hogy lehet az, hogy maga itt az egyetlen, akinek tudomása van erről? Nem tudom, néha képtelen vagyok aludni, hangokat hallok. Nem érzem jól magam a bőrömben, itt minden csak kitaláció, hinned kell nekem. Mindenképp meg kell találnom a biztonsági alrendszert. Ha, az is lehet, hogy ő az. Mármint, hogy ő Brown. És akkor kinek higgyek? Maga megzakkant, húzzon innen, mert nem leszünk jóban. Engem nem lehet lerázni. Tudod, hogy igazam van. Tudod, hogy egyikünk sem igazi. Szerintem ő lesz Brown, ki akar vinni ebből a illúzióvilágból, hogy nehogy megtaláljam az apámat. Én erre gyanakszom. Úgy tök jó, mint hogyha egy csillagkapu részben lennék, vazzeg. Én vagyok a főhős. Na várjál, na húzom. Nussbaum rezidencia, itt lesz akkor a kölyök. Szasz! Kodoztál már megint? Szia! Nincs kedved játszani? Figyelj, hallottam, hogy a szüleid miattad akarnak elválni. Bal siker. Te egy jó nagy hazug disznó vagy! Na jó, legyünk inkább akkor őszinték, mert lehet, hogy jobb, végülis Betty is lehet, hogy Brown. Betty azt akarja, hogy sírni lássunk. Micsoda? Na már, most tényleg? Nem szeretem a csajt, borzongok tőle, és olyan dolgokon tud nevetni, ami egyáltalán nem vicces. Nézd csak, mit találtam. Katonai iskolába fognak küldeni. Mi van? Ez egy baromság! Nézd csak, itt egy brossúra. Hamarosan le kell lécelned innen. Göcsög! De én nem akarok elmenni. Nem akarom itt hagyni a mamit. A cselekedetet némileg csökkentette a karmádat. Mondd el Bettynek, mire jutottál. Tücs-tücs! Lal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 
Szuper, megcsináltad, ügyes vagy. A megoldás különösen tetszett, nem vagyok benne biztos, hogy nekem eszembe jutott volna. Nagyon inspiráló. A játék győztesének járó jutalomként feltehetsz egy kérdést, őszinte választ fogsz kapni tőlem. Oké. Okay. Hogy tudok innen ki? Őszinte választ fogok kapni? Hát, hogyha ő Brown, akkor erre a kérdésre biztos nem fog őszintén válaszolni. Ezt nem akarom, mert már tudom a megoldást rá, tehát van egy alrendszer, amit meg kell találni. Hogy mi ez a hely, azt tudom. Hol van az apám? Az apád? Hú, melyiket mondjam, mert hogyha Brown ellenséges tegyük fel, akkor ez nem biztos, hogy jó ötlet kiadni ezt az információt, viszont hogyha azt mondom, hogy menedékben, akkor rájön, hogy tudom, hogy ez csak egy illúzió világ. És akkor lehet, hogy kidob. Hát, azt hiszem, lehet maradok inkább ennél. A foglalkozása tudós és egy bizonyos Brown doktort akar felkutatni. Istenem, micsoda fordulat? Fogalmam sem volt arról, hogy ti ketten valamiféle kapcsolatban vagytok egymással. Nos, valóban találkoztunk, attól tartok azonban jelenleg nincs abban az állapotban, hogy kebledre ölelhesd. Igen. Mit kell tennem, hogy találkozhassak vele? Na, ez már kezd közelíteni ahhoz a kérdéshez, amit elvárok tőled. Örülök, hogy végre megláttad bennem a górét. Nagyon helyes, meg kell mondjam, sokkal ígéretesebb vagy, mint az apád. Mire akarsz már megint rávenni? Látogass meg a Rockwelléket, boldog házasságban élnek, és szeretném, ha ez egyik pillanatról a másikra felborulna. Intézd el, hogy véget érjen a házasságuk, utána újra beszélhetünk. Hát, igen, ez érdekes, mert ez végül is az egész egy képzeletvilág, tehát elvileg itt a karmámnak nem kéne csökkennie vagy növekednie, mert az, ami itt történik, és miután mindenki felébred majd, amikor kijutunk innen együtt, gondolom, akkor tulajdonképpen meg lehet azzal magyarázni a dolgot, hogy ez csak egy kényszercselekvés volt, hiszen kényszerítő körülmények között kellett ezt megtennem, de a játék valószínűleg nem így kezeli. Szóval akkor inkább a jó útat választom, nem leszek gonosz. Nem, nem, ebben ne is számíts rám. Nekem 8, de attól tartok, így semmi tárgyalnivalónk nem maradt. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy megkeresem azt a néger nőcit. Ő volt az, azt hiszem. Pet Nussbaum? Nem. Egy néger nő volt, vagy legalábbis nagyon úgy tűnt, hogy néger. De ő hova tűnhetett? Nem kellett volna őt elhajtanom, de hát azt hittem, hogy ezzel a... izével Brown-nal lehet tárgyalni. Hol lehet az alrendszer? A kutya hol van? Nem megy az idő. Megállt az idő. Csak alaksor. Na itt lesz, szerintem itt lesz. Csakallam! Szia, szia! Nem tűnt fel itt véletlenül az apám? Elvesztetted az édesapád? Nem kell aggódnod, biztos vagyok benne, hogy hamarosan előkerül. Mit lehet tudni itt a környékről? Nagyon szuper kis hely ez. Janettel, mit is mondhatnék, elég boldogok vagyunk. Szép napunk van, ugye? Ilyen napja sehol máshol nincs, senkinek. Ez az egész nem igazi, csak valami buta kísérlet. Ha te mondod, kiskoma, akkor biztosan így van. Ha-ha! Most dolgom van! Vigyázz magadra!
Halaksor. Roger azt, jelenleg semmi érdekeset nem tudsz elhelyezni az asztalon. Ez tisztelően, mint egy kalandjáték. Tészta gyúró. Lejárt az időnk, gyerekek. Hát... ez érdekes. Ez érdekes. Na de ez volt a 30. része a Fallout 3 végigjátszásomnak. Nekem nagyon tetszik most a játék. Ez most végre egy picit más. Ez nem az a megszokott cucc. Itt tényleg gondolkodni kell most egy kicsit. Na szóval, hogyha tetszett a videó, akkor légy, dobjatok egy lájkot, osszátok meg a videót Facebookon, Twitteren, hogy terjedjen, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem iratkoztatok fel, aztán a 31. részben pedig megpróbálom megfejteni, hogy itt hogyan lehetne kijutni, hogyan tudnám megtalálni az apámat ebben a virtuális világban, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, én Oszkár voltam, sziasztok!